Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy mitől jelentkezik az agyi köd, a tompaság állapota, és hogyan tudunk tőle megszabadulni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az agyi köd egy olyan állapot, amikor lassulnak az agyi funkciók, lassabban gondolkodunk, csökken a koncentrációs képességünk, romlik a memóriánk és a hangulatunk. Okozhatja például valamilyen gyulladás a szervezetben, főként az emésztőrendszert, a beleket érintő gyulladások, de lehet krónikus fáradtság, Lyme-kor, vírusos fertőzés és fibromialgia miatt is. Jelentkezhet agyi köd például a 2020-as vírus és az azzal kapcsolatban beadott oltások miatt is. Hozzájárul az agyi köd kialakulásához a kevés alvás, mivel az agyunk az alvás alatt méregtelenít, tehát ha rendszeresen nem alszunk eleget, idővel felhalmozódhatnak benne a méreganyagok. Ha hosszú távon keveset mozgunk, nem végzünk fizikai tevékenységet, sokat ülünk, szintén megnő az agyi köd kialakulásának az esélye. Az eddig felsoroltak általában csak másodlagos tényezők, tehát támogatják a kialakulását. Az elsődleges oka az agyi ködnek az inzulin rezisztencia, ami a gyakori étkezések, napi 3 étkezés plusz nasizások és a sok felszívódó szénhidrát, tehát a cukor fogyasztása miatt van. Rászoktattak minket arra, ugye, hogy folyamatosan étkezzünk, mert ugye a fogyasztói társadalom működtetéséhez erre van szükség. A cukor pedig szinte az összes előre csomagolt ételben jelen van. A nagyon édes gyümölcslevek, a mézek, a szirupok, az édességek, a tészták, a lisztből készült termékek, a kenyerek, a zabbehely, mind-mind komoly inzulin növelő hatással vannak a szervezetünkben. Az ízesített joghurtok és a fehérje szeletek is szintén tele vannak cukorral, csak hogy még egy pár példát mondjak. Amikor cukorról beszélek, nem csak arra gondolok, ami édes, amikor elfogyasztjuk, hanem azokra az ételekre is, amelyek cukorrá alakulnak a szervezetben. Ahogy bekerül a gyomorba, lassabban vagy gyorsabban, de cukorrá alakul egyből a kenyér, a tészta, a rizs, a burgonya, a kukorica és minden, ami belőlük készül. Ha a fehérjét, tehát például a húsokat cukorral vagy cukorrá alakuló ételekkel vegyítve fogyasztjuk, még erőteljesebb inzulin választ okozunk a szervezetben, mintha csak önmagában ennénk a cukrot. Tehát egy cukorka önmagában ilyen szempontból sokkal jobb, mint egy szelet rántott hús rizssel. A megoldás első lépése az eddig elhangzottakból adódik, le kell csökkenteni a szénhidrát bevitelt, és célszerű bevezetni a böjtöket, például az időszakos böjtöt. Az időszakos böjtre nem térek most rá részletesen, készítettem korábban videókat róla. A sok szénhidrát helyett együnk több magas zsírtartalmú ételt, illetve leveles zöldségeket. Ilyenek például a tojás, a zsírosabb húsok, a lágyabb sajtok, a halételek, a zsírosabb csirkerészek, vagy például a húsleves. A gyulladásokat a szervezetünkben, amelyeknek szintén jelentős szerepe lehet az agyi köd megjelenésében, mérsékelhetjük a böjtöléssel, illetve ugyancsak az alacsony szénhidrát tartalmú ételekkel. A gyulladások mérsékléséhez szükségünk van D-vitaminra, tápanyagokban, vitaminokban gazdag ételekre, elegendő pihentető alvásra, kevesebb stresszre, sok omega-3-ra, sok E-vitaminra és a bélfal, a bélflóra regenerálására is. Mindezekhez jók a halételek, például a füstölt lazac, a húsleveslé és a kollagén, a rendszeres napon tartózkodás, az olyan tápanyagokban gazdag ételek, mint a tojás, a májételek, a mikroalgák, a virágpor, a méhpepő, vagy a nyers zöldségek, de ott van még a bélflórát támogató kefir, a savanyú káposzta és a bogyós gyümölcsök, illetve a belőlük készített gyümölcslevek is. A rendszeres mozgás, például heti többszöri futás, úszás, kerékpározás elengedhetetlen az agyi köd megszüntetéséhez. A fizikai aktivitás elősegíti az új agysejtek termelődését és az agy azon képességét, hogy új idegi kapcsolatokat alakítson ki. A séta és a mérsékelt aerób gyakorlatok normalizálják a hangulatot és enyhítik a depressziós tüneteket. Tehát a rendszeres heti többszöri futás, kocogás, kerékpározás, vagy például úszás nagyon fontos ahhoz, hogy az agyi ködtől megszabaduljunk. Nagy segítség az agyi köd megszüntetéséhez a tiszta méhpempő, melyben természetes formában van acetilkolin, ami az idegek, az agysejtek közötti kommunikáció legfőbb vegyülete. Agyi köd esetén egyértelműen kimutatható az alacsony acetilkolin szint a szervezetben. A méhpempőből fogyasszunk reggelente és este 1-1 grammot, 70 kg-os testsúly alatt elegendő lehet napi 2x fél gramm.
Ha túlzottan savasnak érezzük, keverjük kevés mézbe, úgy is hatásos. És végezetül nézzünk meg öt olyan tápanyagot, amelyek különböző módon járulnak hozzá az agyi köd megszüntetéséhez. Az első a kolin és a B5 vitamin, ezekből képződik az acetilkolin. Bevihetjük őket például tojással. A második az omega-3, amit leginkább zsírosabb tengeri halételekkel tudunk pótolni, például füstölt lazaccal, tőkehalmájjal, illetve omega-3 tartalmú készítményekkel. Az omega-3 zsírsavak fontos üzemanyagként szolgálnak az agysejteknek. Harmadiknak a magas B-vitamin tartalmú ételek, mint például a sörélesztő, a napraforgó mag vagy a mangalicahús. A B-vitaminok az energia termelődéséhez kellenek. A következők az agyban lévő vékony erek állapotán javító gyógynövények, mint a ginkgo biloba vagy a gotukóla. Ugye, ha jobb a vékony erekben a keringés, az élénkebb, intenzívebb, hatékonyabb agyműködés, jó vérellátás, gondolkodást jelent. És végezetül bevethetünk élénkítőket is, például a zöld teát és a yerba mate teát. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.